Bemutatom Lucát, aki szerintem kislány. Ő a legújabb lakónk. Tegnap éjjel érkezett, tegnap éjjel hoztuk őt Tápió Szent Mártonról. Ami igen szép nevű település, nem tudom, az a Tápió minek kellett bele, de a többi az jó. Na szóval, fészekből kidobott, létszám fölöttileg nyilvánított gyerek. A selejtezés szót tévedésből sem vagyok hajlandó erre használni, mert ez nem arról szól, hanem arról, hogy gólya mama, illetve gólya szülő hozzáigazítja a táplálék mennyiséghez a gyerekeinek a számát. Ez nem selejtezés, tehát nem a nincsenek a kis gólyának semmi hibája, semmi baja. Egyszerűen kisebb volt, mint a többi. Igen, jó étvágyú kis jószág, tessék megtekinteni. Ez a jószág emígyen falatozgat. Na, kérd még? Mondjuk nem először reggelizik ma már, úgyhogy látszik is a nyakán, hogy már volt benne. Úgyhogy ez most csak egy pót reggeli a videó kedvéért. Hát most egyelőre azon morfondírozunk, hogy megmerjük-e próbálni azt, hogy betesszük a mieink mellé hatodiknak, aminek elméletileg sok akadály nem lenne, de kisebb, mint a mieink, és félek attól, hogy esetleg a szülők nálunk sem reagálnának erre jól, nem a létszám növekedése, hanem arra, hogy ez kicsi. Tudja fene? Bár mondjuk nálunk nem kell kajához igazodni, mert kaja van dost bőséggel. Na, az már nem. Jó, nem kötelező. Nem kell egyszerre megenni mindent. Ó, azt még megtaláltad, azt a kiesett darabot? Jól van. Tessék, ha akarod, ez itt még a tiéd lehet. Akarod? Akartad. Jól van. Ezt is akarod? Van még három, azokat is elmegeheted. Ahogy elnézem, el fog ez fogyni. Na, szóval egy kis gólya egy evésre ennyit bepuszil. Ezt, hogyha van mondjuk 5 fióka a fészekben, akkor 5-ször kell előállítani, tehát 5-szörös mennyiségben a szülőnek, ráadásul naponta 6-8-szor, ami elég komoly kihívás annyi ennivalót találni. Na, jól van. Daginyak tele a nyakunk, ez gólyailag fél boldogság. Na, mi van? Jön a kajakóma, mi? Helyes. Jól van. Na, nem behetsz kelepelni, fél, hogy kiesel a kajak a szádon. Na, azért kelepeltél egyet a nézőknek, helyes.